fénynek, valaki mondja meg, a hosszú évek miért tűnnek úgy, mint egy pillanat. Valaki mondja meg, mi az, hogy elmúlt, valaki mondja meg, hol maradt. Szeretettel köszöntöm a kedves televízió nézőket, önök a Víziterápia 154. részét látják. Köszönjük szépen, hogy velünk tartanak, és bemutatom mai vendégünket, Zsikla Győző urat, Szőlész Borász. Köszöntünk szeretettel. Én is köszöntök minden nézőt. Én is úgy gondolom, hogy aktuális témával foglalkozom most a szőlészettel, mindenekkel, esetleg borászattal, annak a piaci helyzetével, hogy hogy is működik ez, akár a térségünkben, akár hazánkban, mert hát mi úgy gondoljuk, azért vannak kiaknázatlan lehetőségek. Hát a szőlészet most nagyon nehéz helyzetbe került itt a térségünkbe. A felvásárlási árak reál értékben talán soha nem voltak ennyire alacsonyak, mint az idejében, ahogy sikerült. 45 forintért is vettek meg egy kiló szőlőt, ami azt jelenti, hogy egy üveg szódavíz áráért lehetett egy kiló gyümölcsöt eladni. És hát ez a szőlőtermesztőknek az önköltsége alatt van szinte, tehát legalábbis haszon nincs benne, és ez felveti azt a veszélyt, hogy nagyon sok szőlőterületet kivágnak. Most azért egy szőlő az más, mint a szántóföldi növénykultúra, hogy az egyik évben, ha nem jó a krumpli, akkor vetek répát, vagy valami mást. Itt azért 4-5 évig kell gondozni egy kis ültetvényt, mire az termőre fordul. Nagyon komoly pénzbe kerül a kordonrendszer, a felépítmény egy szőlőterületen, és hát szakmailag is képezni kell magát a gazdának, tehát a növényvédelem, a gépek kezelése, gépeket vásárolni, nagy beruházás. Tehát egy nagyon jelentős érték van ebben az ágazatban, ami lehet, hogy most tönkre megy. Mert ha kivágják és befejezik, főleg az idősebbeknek, fiataloknak most nehéz azt mondani, amikor önköltség árat vásárolnak fel, hogy foglalkozz ezzel, amikor amúgy is munkaerő hiány van, menekülnek az ágazatból. Tehát itt nagyon komoly értékek kerültek veszélybe. Számtalan kérdés vetődik fel. Jól értettük, azt mondtad, hogy 45 forint körül indultak ugye az árak, és ez önköltségi ár alatt van. Biztos vagyok benne, hogy a kedves nézőket érdekli, akkor hogy érdemes termelni? Mi az, ami marad? Vagy évről évre ráfizetéses a szőlészet? Hát az előző évben ez nem így volt. Tehát tavaly sokkal nagyobb volt a termés, és mégis magasabbak voltak a felvásárlás ára. Tehát ez a 45 forint, ez 2-3 éven még 90 forint volt. Tehát 3 év alatt mondjuk megfeleződött a felvásárlási ár. Tehát akkor mostanra esett le? Mostanra esett le, tehát ez a krízis most alakult így ki. És ha jól értjük, akkor a gazdák a tartalékokat élik föl? Hát egyrészt, másrészt azért az uniós támogatások valamit pótolnak. De ez ugyanakkor csapda is, mert aki integrált növényvédelmet alkalmaz, ilyen pályázaton részt vesz, nagy része a szőlősgazdáknak, ugye ezt el kell mondani, én Soltvadkerti vagyok, tehát a Soltvadkert az ország legnagyobb hegyközsége, több mint 3000 hektáron termesztenek szőlőt. Az a nagy része benne van ebbe az integrált támogatási formába, még 2 év, akkor lehet kiszállni belőle, különben vissza kellene fizetni kamatostól az eddig felvett támogatást. Ez hektáronként olyan 200 ezer forint, tehát mondjuk rá a növényvédelmet és a gépi munkát fedezi körülbelül, ennyi segítség van, de utána ki fogják vágni a szőlőket, ha nem változik valami drasztikusan. Hát igen, itt jött ugye a következő kérdés, hogy mi van akkor, ha valóban ez maradt, mert ha jól tudjuk itt a stúdióban, akkor nagy valószínűsége még rengeteg bor bent van a pincékben, és ezért volt ezek a mély árak, vagy? Hát ezt, vagy igaz ez, vagy hogy működik? Ezt mondták, de a valóságban ez azért nem egészen így van. Biztos, hogy maradt bent bor, de hát kell is, hogy maradjon, mert hát nem futhat ki, ugye az új bor még piacképes lesz, addig is ki kell tartani, tehát egy pár hónapot azért kell az előző évi készleteknek is ki kell tartani. Másrésztről az idei év termésre is beharangozták, hogy magas lesz, és ez nem következett be. Tehát igazán piaci oka nagyon nincs annak, amivel meg lehetne magyarázni, hogy miért lettek ennyire alacsonyak a felvásárlási árak.
nem hiszem, hogy cél lenne egyébként az ágazat tönkretétele, ezért beszéltem az országgyűlési képviselőnkkel, Font Sándorral, és ő megígérte, hogy próbál közbejárni, és próbál valamilyen megoldást találni erre a helyzetre. Győző, számtalan kérdés van benne. Jön a következő kérdés, ki állapítja meg az árakat? Hát a felvásárló, hát piacgazdaság van, amennyit igen. gondol, annyit ad érte. Tehát a név nélkül azok a borászok, palackozőzemek, akik... Nagy ők... borászatok. Igen. Hát igen, itt kezdődött a probléma, már annak idején, hogy 20 éve, akkor is így a politikával foglalkoztam Dióéba, szólnék róla néhány szót, tehát akkor kezdődött a probléma, hogy úgy döntött akkori vezetés, a politika, hogy célszerűbb, nagyobb borászatokat kialakítani a támogatásokkal, meg egyáltalán a kialakult rendszerrel, a túlzott bürokrácia az ez irányba vitte a dolgokat, hogy a kisember nem nagyon szeret könyvelgetni, a nagy borászat meg van könyvelője, és ezt megoldja. Tehát ez a rendszer ez irányba tolta a rendszert, hogy néhány nagy borászat korszerű gépekkel piacképesebb lesz, mint ha sok kis borászat szétszórtan dolgozna. De ugyanakkor a világ nem ezbe az irányba ment. Tehát itt el lett rontva az egész ágazatnak a gazdaságpolitikája, hanem most a tömeges, uniformizált borokat nehéz eladni, hiszen a világpiacon rengeteg van ilyen, hanem pont az egyedi, a speciális igényeket kielégítő, különleges ízű, egyedi kézműves borokkal lehet a piacon megtalálni a boldogulást, az eladást, és itt a térségünkben ez nem ebbe az irányba ment. Ahol turizmus van, például Villány, Szekszárd vagy Eger egy bizonyos része, ott inkább kialakultak ezek a kis borászatok, ott nincs is gond, a szőlőfelvásárlási most is 100 forint fölött alakul. Itt, ahol a nagyborászatok és bedolgozó szőlőtermesztők, akiket a nagyborászatoknak kell integrálni, itt a szőlőtermesztők viszont ennek következtében nagyon kiszolgáltatott helyzetbe kerültek, és most úgy érezték a borászatok, hogy ezzel élnek, vagy visszaélnek ezzel a lehetőséggel is. Igen, attól függ nyilván, melyik oldalon. Érdekes, amit mondasz, mert az elmúlt időszakban épp Egerben voltam, a Szépasszonyban 47, ha jól emlékszem, 47 ilyen kis borászat van, pince. Én úgy gondolom, hogy meglehetősen kulturált körülmények, nagyon szép helyen, és hihetetlen a turizmus is, mert hát azért csak ősz van, hétköznap voltam, voltunk egy barátommal, és működik. És működik. Jó, ez nyilván nem a mai téma, hogy itt a térség mit kellene csinálni, de azért érdemes elgondolkodni rajta, hogy na akkor milyen irányba fejleszünk, mert ha jól vettem ki a szavaidból, tehát azok a szőlészek, akik ugye nem tudják feldolgozni, nincs kellő keret a palackozásra, a marketingre, és stb. Ott azok meg vannak lőve. Igen, szerintem a térségünkben is ez lehet az egyik kitörés ebbe a kérdésbe, ha keressük a megoldást. Hogy ne keressünk? Most azért tűnik a stúdióban. Igen. Most ugye ez a termelői borkimérés, tehát ahol kis borászat van, a saját szőlőből készített bort árulja turistáknak vagy a lakosságnak, ez inkább az ilyen turisták által látogatott vidéken harapózott el ez a módszer, vagyis ez ott található. Ennek a kiterjesztése az egész magyar lakosságra, ez megoldás lehetne itt a térségünkben, hogy ezeket a szőlőültetvényeket meg tudjuk menteni, hiszen a jogszabályok most egy bizonyos körhöz kötik a termelői borkímérés. Tehát ha valaki Kiskunhalason termeli a szőlőt, itt van a borászata, akkor azt hiszem 30 kilométeres kör az, amiben létrehozhat egy termelői borkimérést, ahol árulhatja a saját borát. De ez most nehézségekbe ütközik, mert hát ha valaki szőlővel dolgozik, akkor nem tud az üzletbe is ott állni, mert csak saját maga árulhatja. Tehát itt van már egy olyan jogi szabályozási kérdés. Vagy családtag esetleg? Vagy családtag. Mi szerencsére öten vagyunk a családba, ezt megcsináltuk, tehát Soltvadkerten első fecskeként működtetek termelői borkimérést, már lassan 5 éve, és működik. És működik.
Ez inkább az át, nagy átmenő forgalomra alapoztam, és működik. Nem túl nagy baj, olyan 200-250 hektoliter bort el tudunk adni egy évben. Hát, az is tétel. Igen, de hát ez úgy volna jó, hogyha alkalmazottat is fogadhatna egy vagy több szőlősgazda bort készítene, elmenne akár Dunántúlra, vagy olyan területeken, ahol nincs szőlő a közelbe. Régen, még annak idején, ugye nem vagyunk annyira fiatalok, én legalábbis már, emlékszem rá, hogy édesapám még adták el, hogy vitték Tatabányára minden a szőlőt, és ott a bányászok készítgettek belőle pár száz liter bort maguknak. Tehát ez az értékítési forma régen is működött, hogy olyan vidékekre elvinni a szőlőt vagy a bort, ahol nem termesztenek szőlőt. És ha ilyen valakinek van vidéken ismerőse, ott kialakít egy nébik számára is elfogadható olyan üzlethelyiséget, ahol ezt árusítja, és ott van neki egy rokona, akkor azt bejelenti mondjuk rá alkalmi munkavállalóként, és árulhatná a bort. Tehát egy pár ezer fős kisebb települést egy-két gazda el tudna látni jó minőségű kézműves borral, amit ellenőrzötten lehetne. Tehát lehetne ellenőrizni, nem bögre csárda, meg nem feketén, és nem a multiknál kellene megvenni ezeket a sok esetben külföldi borok alja, ami bejön ide 80 forintért, és ezeket egy kicsit kijavítják, és ezeket adják a magyar vásárlóknak, a multiknak az alsó polcán, ott meg lehet talán ilyen 500 forint körül. Én nagyon kérnék rá mindenkit, hogy amelyik ilyen olcsó boron az van, hogy EU, nem az, hogy Magyarország a termelése, azt ne vásárolja meg, mert ezzel árt a magyar szőlőgazdaságnak, árt saját magának is, mert a magyar szőlő mögött magyar munkaerő van, magyar felhasznált anyagok vannak, permetszerek, üzemanyag, amiben a magyar adóforintok mennek a központi költségvetésbe, amelyből mindannyiunk részesülünk. Ugye? Tehát a magyar gazdaságot jobban segíti akkor, hogyha Magyarországon termelt bort vásárol. Másrészről ezek a borok jobb minőségűek is, hiszen ha azt veszük, hogy Olaszországból idehozzák 80 forintért ezt a bort, amit nyilván ott nem tudnak már értékesíteni, és az itteni borászatok ezt piacra teszik, akkor még az a veszély is fönnáll, hogy esetleg genetikailag módosított szőlőből készül ez, mert az hogy kerül ide 80 forintért? Tehát, vannak erdélyi napszámosok, akik kijárnak Olaszországba, Spanyolországba szüretelni, és 8-10 eurós órabért kapnak. Ha ezt kiszámolom, hogy 5 mázsa szőlőt tud leszedni jó esetben egy ember egy nap, akkor ezt 50-60 forintba kerül az olasz vagy a spanyol gazdának, amiért a napszámos leszedi neki a szőlőt. És igen, akkor ebből 90-100 forintos bor van, ha csak annyiba kerül. De hát azt a bort ott is meg kell, szőlőt ott is meg kell termelni. Persze. Ott is van növényvédőszer és egyéb költségek. Hát sok járulékos költség, hogy ne? És hát nyilván, hogy ez gazdaságilag érthetetlen, hogy tud akkor 80 forint ide kerülni, erre egy magyarázat van, vagy valamilyen olyan bőtermű, ami tényleg 3-400 mázsákat tud, ehhez már genetikailag módosított szőlőkkel, mert normál szőlő ezt nem tudja produkálni, vagy legalábbis tartósan biztos nem, még itt a biankák a legbőterműbbek, az is, ha egyik évben 200-250 mázsát terem egy hektár, akkor a másik évben már lefelezi magát, tehát azért tartósan nem bír ilyen nagy mennyiséget, meg akkor a minőség még jobban felhívul, a talajt kiéli, tehát ez vagy akkor genetikailag alapú problémát, se ez a szőlő, amit így előállítanak ilyen olcsón, vagy hát tényleg olyan seprőből, meg ebből abból ki szűrt anyagok, amit ott már nem tudnak eladni, és akkor jó lesz a kelet-európai, ott telárasszák, telenyomják vegyszerre, hogy ne legyen romlékony. Tehát ezt, ami az van, hogy EU és olcsó, azt én nem akarom szidni az olasz meg a spanyol borokat, mert ott is vannak nagyon jó minőségűek, amiktől még tanulni is lehet. Na de hát azokat nem 200-250 forintért árulják itt Magyarországon. Hát talán még lehet még másik két oka is, ha már ezt a kérdést boncolgatjuk, hogy esetleg ott is kaphatnak jelentős állami támogatást. Egyrészt, a másik pedig, amit ugye hallunk, mert azért mi borívó emberek vagyunk,
hogy ott azért 13 fenesek a borok fölhígítják tízesre, mert rendes tiszta vízzel, és így már esetleg könnyen be tudják hozni, nem? Valami ilyesmit is. Már azért számszakilag ilyen, mert valami logika legyen benne, hogy tudjuk itt ilyen olcsón piacra adni, hogy még a múlti a kereskedés már feltételezhető, hogy éhes az is, hogy keressen rajta rendesen. Mindegy, hogy milyen logika hát, mentén próbáljuk megmagyarázni, de valami nem stimmel. Valami nem, igen. Tehát az egyenletben igen. Valami ismeretlen nem. Egy mondatot kanyarodjunk még vissza a kezdetekhez, mert mondod, hogy tehát ezzel az felvásárlás ára ugye nem jönnek ki a gazdák, ami ugye értelemszerűen kétségbejtő. Ezt nem is tudjuk mi megmagyarázni, mert ezt át kell élni. Hogy végig dolgozzak, végig idegeskedj, ugye ezt a 6-8-10 hónapot az a gazda, hogy jön a jég, nem jön ilyen-olyan szélvőr, stb. Vagy a szárazság. És amikor még ráfizetéses is ez az egész, szóval az egy kétségbejtő, és ahogy mondtad, hogy még 2 évig van ilyen támogatási forma, hogy mi lehet utána? Kitalálnak valami mást, vagy egész egyszerűen parlagon maradnak a földjeink, főleg ugye ebbe a térségbe? Hát remélem, hogy lesz olyan kormányzati segítség, ami egyrészt a szőlős gazdákat segíti, hogy borászok legyenek, és saját maguk vigyék piacra a termékeiket, és így jövedelmezővé válik, nem kell kivágni a szőlőterületeket, ez volna szerintem a járható is jobb. Másik az, most például létrehoztam Soltvadkerten egy Facebook csoportot a szőlős gazdáknak, és felmerült olyan is, hogy esetleg külföldi felvásárlókat hozunk be Magyarországra, mert ebből a szőlőből látjuk, a mi borászaink között is van, akik tudnak 1000-1500 forint per liter minőségű bort előállítani, tehát ez jó minőségű szőlő. Erre szerintem... Abban biztosak vagyunk. Lásd gyümölcs, hát nem? Ilyen magyar gyümölcsnek is van igazgatárja. Magasak a napsütéses órák száma, meg elég hozzáértők is a szőlős gazdáink, hiszen sokan ebben nőtek föl a gyerekkoruk óta, a szőlőben vannak. Ez is viszi még őket tovább a szőlő termesztés szeretete, nem azért, mert annyira megéri, de ezzel most már nagyon visszaélnek, úgy érzem. Tehát ez is egy lehetőség, hogy behozunk olyan külföldről, mondjuk rá északabbról, ahol nincs ennyi napsütés, Lengyelországból, Szlovákiából. Felvásárlókat is nekik adjuk el. És... Igen, mert ebből ugye nyilvánra következik kérdés, hogy nekünk fogyasztóan úgy tűnik, mint hogy a kicsit korábban kezdődnének a szüretek, befolyásolja a klíma. Esetleg rossz irányba? Hát persze, mostani borászatot már hűtés nélkül nem nagyon lehet elképzelni. A korai fajtáknál még augusztusban olyan meleg van, és már augusztusban le kell szedni őket. Tehát ez a klímaváltozás biztos, hogy... Gondolsz itt az írsaira, vagy hasonló szörnyű? Hát a cselszegés az írsegé elsősorban. És a ragyogó fajták? Ragyogó fajták, és őket korán le kell, tehát abból bort készíteni már csak hűtött technológiával lehet, de egyébként is a hűtött technológia erjesztés az jobb minőségű bort produkál, tehát ez mindenféleképpen előre kell lépni a barátszatban. Ez melyik reduktív módszernek? Hát igen. Igen. Alacsony hőmérsékleten eljegyen neki a és akkor bort, tovább erjed. Tovább erjed, viszont nem olyan melegen, és a szénsav is mérsékeltebben távozik, nem visz ki belőle annyi illat és ízanyagot, és azért tartalmasabb, gyümölcsösebb megmaradnak. Milyen ragyogó vendégünk van, kedves nézőink, mert legalább ő tudja, hogy hogyan is tudunk hozzájutni a finom, gyümölcsös, ízű, illatú borokhoz, mert... Hát ez az, amit a kis üzemben meg lehet csinálni, nagy üzemekben már nehezebb, mert ottan az a sok ezer hektoliteres tartályokban azt annak a hűtése már nagyon problémás. Költséges? Hát költséges is, meg fizikailag nehéz megoldani a nagy mennyiség, amikor jönnek a traktorok és több ezer mázsát dolgoznak fel. Tehát ott, ott nem tudom hány kilowatt kellene, amit a rendszer se bír, az elektromos hálózat se bírna meg egyéb. Tehát ez fizikai korlátai vannak. Nem véletlen egyébként, hogy őseink is a pincéket a földbe tették, hogy hűvös legyen. Másrésztről kis edényekbe, tehát ilyen kis hordókba tartották a bort, hiszen a kettő együtt az biztosította, amit most gépekkel érünk el, hogy hűtött erjesztés volt, hiszen a kis tömegben nem melegedett túl az erjedő must, másrésztről a hűvös pincében ugye természetes hűtést kapott,
és akkor nagyon jó minőség. Tehát az őseink nem voltak buták, azt kitalálták ugyanezt, amit mostani modern borászat már gépekkel old meg, de azt kitalálták természetes úton, hogy így finomabb lesz a bor. Itt az Alföldön, a hegyvidéken meg belevájnak ugye hát ott a hegyoldalban, hegy és akkor ott állandó hőmérséklet, ugye? De itt is azért a homokpincék voltak, tehát egy picit próbálták. Vagy vastag vályokból készítették, ami szinte ugyanaz. Igen. Tehát igen, jó hűvös pincék voltak. Jó Egy nem ide való kérdés, mert hát mint tudjuk, Zsikla Győző úr azért országgyűlési képviselő volt, mégpedig a Kisgazda párt élén közvetlen Tornyán József mellett dolgoztál. Akkor, amiért harcoltatok a Tordján idejébe, és napjainkat összehasonlítva, vannak változások, javult a helyzet, vagy igazából nem nagyon foglalkozik senki vele. Mindezt azért teszem fel ezt a kérdést, és messze nem politizálunk ugye a mai műsorban, csak ha ti azért csak Kisgazda párt volt, nem azért csak harcoltatok a szemjövőért, meg foglalkoztatok azért az egyszerű emberekkel és a úgynevezett jó értelemben mondott parasztokkal. Hát 1998 és 2002 között voltam országgyűlési képviselő. A véletlen vagy a sors így hozta, hogy jó vagy rossz, ez más kérdés, mert... Hát megtapasztaltál dolgokat. Annyira... Alkottál valamit? Annyira nem tetszett meg a politika, tehát nem az én természetemnek való, tehát... Én szeretek a háttérbe dolgozni, a politikus meg olyan magamutogató fajta, hogy minél szebb képet mutasson magáról, és minél többet mutogasson magát, akkor sokan fognak rászavazni, és nem mindig az elvégzett munka áll a szavazatok mögött. Ezt mi tudjuk a stúdióban. Igen. De alkottunk azért, most ez a szőlő probléma akkor is fönnállt, és hát az idősebbek még emlékezhetnek rá, hogy akkor ilyen borlepálással, hiszen a borból lehet finom borpálatot, konyakot is készíteni, ami a túltermelés esetén a szűkösebbi időkre átviszi az értéket a borpálat formájába. Tehát akkor a 4 év alatt 3 borlepálási rendeletet hoztunk össze, és a javaslatomra volt olyan, ahol a borászatoknak előírták, hogy minden lepárolt liter bor után, mit támogatást kaptak, 1,5 kilót szőlőt védett áron, akkor meghatároztuk az akkori felvásárlási ár fölött olyan 50%-kal, na ennyiért fel kell vásárolni. Ez akkor olyan jó működött, hogy még a védett ár fölé is mentek az árak, mert a kereslet, amit ez a felvásárlási kötelezettség hozott, az még följebb nyomta az árakat, és már 2002-re olyan 80-90 forint köré esültek. Ez a 4 év munka hozta azt, hogy 20 évig nem volt baj a szőlőágazatban, tehát 20 évnek kellett telni ahhoz, hogy az akkori munkánk elfogjon, a munkánk eredménye, és újra ott legyünk padlón, ahol 98-ban vagyunk, tehát önköltség alá kerül a szőlőtermesztésnek az ára. Tehát sokan a média meg egyébek alapján ítéltek meg a kisgazdákat, de ha azért a tényeket nézzük és az eredményeket úgy politikamentesen végignézzük, akkor az az időszak nem volt annyira rossz a mezőgazdaság számára. Volt, tehát volt eredmény. Volt fellendülés, előtt az egész őstelmelői adózást, ugye mi hoztuk létre az adókedvezményeket, bevezettünk egy csomó támogatási formát, az uniós támogatásokkal folytatódott, vagy kiegészült. Tehát én úgy gondolom, hogy az a munka, az nem volt rossz. Kisgazdákra szükség volna, lehet, hogy persze akkor is voltak hibák, voltak olyan képviselők, akik nem voltak méltók a pozícióra, tehát ez minden pártnál előfordul, és igen, szerintem szükség volna a gazda társadalomnak politikai érdekképviseletre is, de ez már nem én leszek, én belefáradtam már. Igen, azt mondtad, hogy nem politizálsz már. És jöjjenek a fiatal gazdák, és szervezzék meg ők az érdekképviseletet. Jó. Nézd, hát ennyit politizáltunk ma. Még egy nagyon sarkalatos kérdés van bennem, és szerintem a kedves nézőkben is. Mégpedig a következő. 1-2 hónappal ezelőtt ugye megijedt a felső vezetés, vagy nem tudom ki, majd ki fogsz javítani,
hogy hú, mekkora termés lesz, nem tudjuk eladni, tönkre mennek a gazdák, és akkor jön a zöld szüret, és azt meg mit tudom, hogy támogatták, nem tudom, majd mondod, x forinttal kilónként, és akkor ez lett az eredmény. Most, ha jól emlékszem, egy jó néhány perc előtt mondtad, hogy nem lett az olyan rekordtermés, legalábbis a térségben, hogy te ezt hogy gondolod, hogy adva van a természet, ajándékozott meg szép nagy zöld fürtökkel, ha úgy tetszik a teremtő, mert a kedves nőzőink tudják a mi világnézetünket, és akkor mi meg ezt lepusztítjuk. Itt most nagyon kíváncsi vagyunk valamennyien a véleményedre. Hát maga a zöld szüret, mint olyan, az egy minőségjavító tényező a borászok vagy a szöldészek számára, hiszen ha túl sok szőlőt hoz ki a tőke, akkor szednek le belőle, azért, hogy a maradék az jobban fejlődjön, magasabb beltartalmi értékei legyenek, tehát jobban kibírja nevelni a tőke. Most ez lett érdekes módon átalakítva ilyen piaci beavatkozásra, hogy az összeset dobjuk le a földre. Hát igen, mert annak csak egy részét szedtük volna. Igen, az összeset le kell dobni a földre, és ezért támogatást fizetnek. A hegyközségek adatai alapján nagy borkészletek maradtak bent az előző évben. Hát az előző évben volt, az előző két évben volt magas termés, uh-huh. amit a borászatok nem tudtak eladni, és ezek a magas készletek miatt azt vetítették előre, hogy most itt nem tudják fölvásárolni az idei termést, és ezért kell valamennyitől megszabadulni. Én nem támogattam ezt, nem tartottam jónak. Egyrészt azért, amit megtermelünk, azt vétek azt tönkretenni. Másodszorra idő előttinek gondoltam, mert hát, hogyha a piacon, most kiderült, hogy kezdjük ott, hogy a borász azt mondja, hogy nincs hely a pincéjében, mert bent van a tavaly. De ha 45 forint, akkor már rögtön van hely. Ez érdekes, hogy hogy lehet az, hogy olcsó pénzé van hely. Tehát ez is az árlenyomásnak az egyik eszköze lett. Lehet, hogy ő is kockáztat egy picit, de... Ez is az árlevelésnek az egyik eleme lett ez az ötlet, hogy sok minden van is. A másik a meghatározott ár, hogy mennyit fizetnek, ezért, ha valaki megsemmisíti a termését, ez olyan 60 forint per kilogrammra jött ki úgy, ha átszámoljuk a szőlő árba, és hát ez alacsonyabb volt, mint az előző évi fölvásárlási árak, tehát már ezzel az állam elkezdte a szőlő lenyomását, tulajdonképpen ezzel a beavatkozással, mert ha ő 60 forintra értékeli, akkor a fölvásárlók miért adjanak érte többet, tehát akkor ezért nem haragudhat meg senki rájuk, gondolták, és még rá is raktak egy lapáta, hogy volt, amit 60 éve, volt, amit csak 45-50 éve vásároltak meg. Másrészt én úgy gondolom, hogy idő előtti, mert most a végén meg már keresik a szőlőt, mert sokkal kevesebb termet az aszályos év következtében. Tehát ez az intézkedés szerintem úgy volna reális, ha azt mondaná az állam, hogy jó van, amelyik szőlős gazda nem tudja értékesíteni a szőlőit, mert olyan alacsony az ár, hogy azt mondja, hogy nem érdemes leszedni, meg ráfizetek, és fönt hagyja a termést, akkor mondja azt, hogy akinek kárba ment a termése, mert nem volt érdemes leszedni, akkor annak kifizetem ezt a támogatást, hogy tudja a termelést folytatni. Nem előre, amikor még nem is tudjuk, hogy mi fog bekövetkezni, hiszen még ez ugye az év elején hirdették meg, még utána is jöhet jégverés, mind ahogy jött az aszály is, és sokkal kisebb termés lesz, mint ahogy akkor gondolták. Tehát ezt ráérnénk a szüret végén ezzel a beavatkozással élni, hogyha kint marad a szőlő, mert nem volt rá vevő, akkor kapjanak kártérítést a gazdák. Én így tudom elképzelni. Másrésztről, hogy ezt a 60 forintot úgy használták volna föl, hogy most a gazdák, akik 45-50 forintért adták a termést, azt mondanák, hogy akkor 20 forint árkiegészítést adunk hozzá, kompenzációt, akkor amit ott egy kilót kifizettek, itt most 3 kilót tudnának a 60 forinttal, és akkor a gazda már rögtön 70-80 forinthoz jutna. Az a gazda meg úgyis csak 60 forinthoz jutott, amit kifizettek, tehát háromszor annyi gazdának tudtak volna úgy segíteni, hogy még jövedelem is maradjon neki a szőlőtermesztésen, így meg azoknak sem maradt jövedelem, meg aki nem élt az őt születte, annak se. Hát igen, tudod, aki ezen a kérdéssel foglalkozik, azért sok vita fölmerülhet, mert ahány ember annyiféleképp látja. Tehát önmagában mi
keresztény, független alapokon működünk itt a stúdió, biztosan tudod. És hát azért megdöbbenéssel hallottuk azt, hogy amit ajándékoz a természet, hogy akkor neki megyünk, mint az, majdnem kimondom, az állatok, és akkor leszüreteljük. Benne fog ez is maradni a műsorban, mert tudják a nézőink, hogy szókimondóak vagyunk. Tehát furcsa és rendkívül fájdalmas, de hát sajnos ez van. Sajnos. Meg kellett volna, hogy hallgassanak téged is, hogy lehetett volna ezt esetleg kompenzálni. Na de azért csak egy rövid mondat hozzátéve, hát ebből a szőlőből azért lehet csinálni mustot, meg ilyen-olyan feldolgozási módszerekkel üdítőt, de hagyj folytassuk, ha van tárolóhely, akkor borpárlatot. Eladja fél áron, mert ennek mondjuk nem pálinka a neve, hanem borpárlat, és azt is ül, hogy megisszák a munkás emberek. Tehát azért én úgy gondolom, hogy lehetett volna itt még azért gondolkodni rajta, hogy milyen irányba mozduljunk ki. Hát igen, ez is egy javaslat a Fon Csándoron keresztül a kormány felé megtettem a javaslatot, sőt a Soltvat kertem, mivel ott önkormányzati képviselő vagyok, most az utolsó, ez ciklusban az utolsó önkormányzati testületülésen is elmondtam, nyilvánosan, már most merek szólni, mert ugye a szőlősgazdák még ráadásul félnek, hiszen annyira kiszolgáltatottak, hogyha még reklamálnak, akkor esetleg azt mondja a fölvásárló, hogy akkor köszönöm szépen, még ennyi és sem veszem meg, és akkor ott marad a termésed. Mivel én már feldolgozom a saját szőlőmet, ezért szókimondó merek lenni, és mertem mondani, hogy ez nem volt korrekt eljárás a felvásárlók részéről, és azt is javasoltam a kormányzat felé. Itt lehet hallani, hogy az utóbbi időben ilyen 40-50 milliárddal kitömték ezeket a nagy borászatokat, tehát óriási pénzeket kaptak támogatásnak, hogy innentől ezt fejezze be a kormány, mert ha nem végzik a feladatukat a szőlőtermelők integrálását, akkor nem érdemlik meg a támogatást, hanem akkor ezeket a támogatási összegeket egyrészt a szőlőtermelőknek a saját borászatuk kialakítására és a piacra jutásra kellene fordítani. Másrésztről itt van például a mussídlítő üzemeket, ezt is lehetne nagy támogatással, hogy akár a szőlősgazdák lesűrítsék a mustot, hiszen úgy már évekig tartalékolható, felhasználható üdítőgyártásra, sokkal több az értékesítési lehetősége, ahelyett ezeket a vegyszeres vizeket itatják az emberekkel, az mégiscsak egy valódi gyümölcsből készült értékes anyag a mus sűrítmény, és ugyanakkor még elhangzott itt a borpárlat, tehát azzal is lehetne azokat a nehéz éveket úgymond, amikor a világpiac meg az itteni piac is úgy hozza, hogy sok van a termésből, de majd lesznek itt olyan fagyos évek, meg jégverte évek, amikor meg nagyon kevés lesz, és akkor ezek a musülítmények, meg ezek a borlepálások azokban az évben is segítenének az embereken. Tehát előre kellene gondolkodni, átgondoltabbnak kellene lenni az agrár irányításnak, a támogatáspolitikának, és akkor ezek a válságok nem jönnének létre a jövőbe. Igen. Ez értem. A megoldás szerintem. Jó, hát köszönjük szépen. Én úgy gondolom itt az elmúlt fél óra beszélgetéséből, hogy nem tudom, hogy nyilván nem politizálunk, nem is fogunk, hogy azért rád elég nagy szükség lesz ott a helyi önkormányzatban. Indulsz még, ugye jelöltnek képviselő? Hát jelölt lesz, vagyok. Jelölt vagy. Jó, hát akkor valószínű, hogy ebbe is szavaznak. Legalábbis bízunk benne, mert azért csak az ilyen emberekre van szükség, akik próbálnak ésszel is gondolkodni, meg alkotni. Meglátjuk. Hát négy ciklusban már beszavaztak, most az ötödikben remélem, hogy újra beszavaznak. Jó. De ha nem, akkor is van munkám bőven, tehát akkor is. Jó. Zsikla Győző volt a mai vendégünk, szőlész borász, Soltvat kertről, az ország legnagyobb hegyközség, vagy a legnagyobb szőlő területéről, és én úgy gondolom, hogy sikerült egy átfogó beszélgetést folytatnunk a szőlészetről. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottak, neked köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást. Én is köszönöm. Viszontlátásra, további szép estét kívánunk. Aki mondja meg, hogyan kell élnem, apám azt mondta, ne bánts mást. Valaki látta, hogy bátor.